Idén februárban kezdeményezte Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő és Habis László polgármester, hogy az Egrivár nemzeti emlékhelyé váljon. A javaslatot az országgyűlés a mai napon elfogadta. Azért tartjuk ezt nagyon fontosnak, mert az Egrivár egy szimbólum. A küzdeni akarás, az élni akarás a magyar szabadság és a magyar sikernek a szimbóluma. Emellett a Dobó István Vármúzeum az ország leglátogatottabb vidéki múzeuma. Habis László polgármester úgy fogalmazott, a vár az egriek szívében eddig is egyfajta nemzeti emlékhely volt. Lelkileg is fontos számunkra, hiszen úgy gondoljuk joggal, hogy az 1552-es dicsőséges várvédelem nem csak az egriek számára fontos, hanem mindenki számára, aki a magyar nemzethez tartozónak vallja magát. Hozzátette, a várban folyó közel 2 milliárdos fejlesztés a felénél tart. A téli időszak után a kazamata rendszer teljes rekonstrukciójával és a szépbástya fejlesztésével folytatódik a beruházás. A döntésnek köszönhetően az Egri vár a 14. nemzeti emlékhely Magyarországon, legutóbb a Fiumei úti sírkert és a Pannonhalmi bencés apátság került föl a listára.